A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Vajon mi születik meg az ember lelkében, amikor úgy érzi, hogy saját életén, problémáin túl másoknak is szeretne segíteni? Vajon milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy a saját családunk mellett mondhatni örökbe fogadjunk 12 hátrányos helyzetű fiatalt, hogy apjuk, anyjuk helyett támaszuk, gondozójuk, szüleik legyünk? A Dorkász családtípusú gyermekotthon lakói kaptak még egy esélyt az élettől, amit sajnos a szüleik nem biztosítottak számukra, azzal, hogy olyan emberek szeretik, támogatják, terelgetik őket, mint Kis Géza és Rácz Enikő, illetve kollégáik. Ma hozzájuk látogatunk el a stábunkkal. Mindannyiunk számára tanulságos történet következik. Nyilván kell legyen egy előzménye, egy pont, amikor az ember ezt eldönti, hogy miért akar egy ilyen hivatást vállalni. Én lelkész családból származom, tehát azért ott már egy, adott volt a karitatív munka, meg a segítőkészség, az empátia kialakulása könnyebben megtörtént. És akkor úgy 18-19 éves koromban döntöttem el, hogy akkor erre a pályára megyek. Tehát, hogy elég. Tehát igen, szociális munka és vallástanári képzésben részesültem, megszereztem a diplomát, és akkor el is kezdtem dolgozni a gyerekvédelmi területen. Sose bizonytalanodott el? Hát ugye nehézségek azért megtörtek, és volt, mikor váltottam is, tehát más területre mentem, és kihagytam éveket. Most megint visszatértem egy olyan jó 10 éve. Ennek mi az oka, hogy lelkileg megterelő? Hát inkább a családalapítás szólt közbe, tehát gyerekvállalás, és akkor úgy az én gyerekeimre akartam koncentrálni, a meghatározó években jelen lenni úgy igazán az ő életükben. Géza? Ez érdekes. Gyerekekkel szerettem volna foglalkozni mindig. Kiskorát? Két mozgássérült testvérem van, egyik meghalt 10 évesen, a másik él. 8. koromban felvételizni szerettem volna a tanítóképzőre. És hogy nem kerültem oda, azt az akkori osztályfőnöknek köszönhetem. Nem adta ki a dosszáromat, papíromat időben. Ketten akartunk oda menni, egy lány meg én, az enyémet nem adta ki, a lányét odaadta, ő most tanítónő. Mi volt az oka ennek? Azt mondta, hogy nem látta engem felkészültnek, hogy csak ki szeretném kapni a dosszárt, hogy hamarabb tudjam leadni máshova. Elmentem a liceumban máshova, szerszámlakatosnak tanultam. Egyetemre nem volt pénzem, sem családi háttér, hogy támogasson, és így polgármesteri hivatalba kerültem bedolgozni. Nem szerettem az irodai munkát. Fél év után nyári időszakban egy barátom, aki építkezéssel foglalkozott, megkért, hogy nem megyek-e segíteni neki. Bármit emberre van szüksége. Vállaltam, elmentem egy hónapot, a hónapból lett 3 hónap, fél év, és aztán a segédmunkási szintről kitanultam a mesterséget, és 4 év után ott hagytam, és akkor saját vállalkozást építettem fel. Évek óta már fontolgattam azt, hogy félbehagyjam az építkezést. Túl fárasztó, nem megfelelő emberek, folyamatosan ott lenni, tehát túl terhelő volt, se éjszakát, se nappalot, hol a kliens, hol lesz, hol az, tehát nem értem meg. És akkor jött ez a gondolat, felmentem Kolozsvárra, barátok unszolására, és beiratkoztam a szocmunkára. Elvégeztem, és közben megkeresett a volt igazgatónő, hogy nem-e vállalnám el, mint nevelő. És úgy fontolgattam, tehát ez már 2. évenbe jártam,
megkeresett szeptemberben, és akkor nem vállaltam. És januárban újra keresett, és akkor azt mondtam, na próbáljuk meg februártól. És akkor azóta itt vagyok. Elvégeztem az egyetemet, most végzem a lelki gondozóit Csíkszeredába, a Kalotnál. A volt igazgatónő Takács Tünde személyes okok miatt külföldre távozott, és megkért, hogy nem-e vállalnám el, és úgy vállaltam el. Gondolkoztam sokat, volt álmatlan éjszakám is, de az építkezést is úgy kezdtem, volt egy biciklim, és azzal hordtam a cementet, és a messzet. Tehát nem, kihívásoktól nem félek. Miért vállalja be az ember ezt? Évekkel ezelőtt volt egy olyan gondolatom, hogy hozzak létre egy alapítványt, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozok, csak nem jött össze akkor most. Csak kaptam a lehetőséget, és miért ne? Mindig éreztem magamban ezt az érzékenységet a perifériára szorult emberek, rétegek iránt, és úgy éreztem, hogy ezt olyan szívvel, lélekkel tudom végezni. Nyilván, hogy van, mikor az ember hazaviszi, de az évek során azért kialakul egy olyan pajzs, amivel nem engedett tovább, és megtanulod, hogy ennek itt a helye, annak meg ott a helye. Tehát nehéz, nem, mert egy kihívás, de hogy ezen dolgozni kell. És ugye a szupervízió az direkt erre van, a szakmai szupervízió és egyéni csoportos formában, hogy ezeket úgy helyre tegyük, hogy ne terheljen túl. De nincs, hogy haza ne vidd az itthonit. Tehát ez egy második család. Tehát hazamész tudva azt, hogy itt annak a gyereknek ilyen gondja van, a másiknak olyan gondja van. Kell gondolni nem csak a holnapra, hanem hosszú távra velük kapcsolatosan. Tehát nincs a telefon, nincs, ahogy lezárjad. Hogy kell elképzeljük a Norkász napi működését? Akár egy normális családot. Akár egy normális reggel család. Fél hétkor felkötjük a gyerekeket. Van, aki fel akar kelni, valaki nem. Hát hozzászoknak, idővel felkelnek. Általában 8-a járnak iskolába, és akkor felöltöznek, fogatmosnak, lejönnek, reggeliznek, elkészítik a szendvicsüket, és akkor útnak keresztjük őket. 4-8, 7-8. Tájt, hogy érjenek be az iskolába, ki a távolságtól függően. Kisebbeket elkísérjük, a szolgálatos nevelő elkísérje az iskolába, 3-4-12-kor kiveszi őket, 1 óra körül, a nagyobbak most már hazajönnek maguktól, addig a szolgálatos nevelő megfőzi az ebédet, elvégzi a házi munkát, a gyerekek hazajönnek 2-ig el, legkésőbb 3-ig a nagyok, 2-kor ebédelünk, 2:30-3-tól 5 óráig el csend van, pihenő időszak, és akkor tanulunk. 5-kor indul az élet. Úgy. Igen. Sorba vesszük őket, és tanulunk mindegyikkel. Van, amikivel többet, eltart sokszor 3-4 órát is egy gyerekkel foglalkozni. Van, és közben kell foglalkozni többiekkel is. Kint nagy a hangzavar, többiek játszódnak, ők kimennének, húzzák őket, mikor fejezzük be, unom, nem szeretem, mi megyek iskolába, nem akarok iskolába menni, nem akarok tanulni, minek tanuljak. 8 órakor van a vacsora, 8:30-ig el lejár, 9-ig akkor megcsinálják a házi feladatokat, mindenki be van osztva, hol a konyhát, ki a WC-t, ki a nappalit, az ebédlőt takarítja fel, és utána megvannak a házi munkák, akkor 9 óra után elvonul mindenki. Kicsiknek mesét olvasunk. A nagyok meg már gondolom maguk elhez. Sokszor a nagyok is beülnek, s hallgatják, élvezik. Sokszor ők azok, akik kérik. Van egy különbség férfi és női nevelők között? Gyerektől függ ez is. Vannak kedvenc nevelők, akikhez inkább ragaszkodnak. Minden gyereknek megvan a mentora, akikkel heti szinten, vagy akár napi szinten leülünk, beszélgettünk velük. Tehát fontos nekik a beszélgetés, fontos a kapcsolattartás. Hát a fiúk jobban kapcsolódnak a férfi nevelőkhöz.
jobban megnyílnak. Igazából úgy néznek fel, mint az apjukra. A lányok pedig kell nekik egy férfi példakép, akire felnézenek. Sok intézményben, családi otthonban ezzel küzdködnek, hogy nincsenek férfi nincsenek, igen, nevelők. Nincsenek, legtöbb helyet nők. És ez hiány. A női nevelők az jobban bújnak, inkább az anyuka melegsége, amit tőlük elvárnak, és ugye pótoljuk a szülőket, nem helyettesítjük őket. Inkább azért fontos a női oldal, hogy ott a finomságot, a melegséget, a szeretet közvetítését. Mennyire lehet ezt a fajta egészséges kapcsolatot megtartani? A gyerekek tudatában vannak abban, hogy ők nem egy anya-apa közelében vannak, hanem egy otthonban, ahol ugye nevelésre, igen, de egy idős gyerek nem biztos, hogy ezt azért úgy külön tudja választani, igen, este, igen. Amikor mondjuk fél a sötétben. Próbáljuk ezeket is úgy az értelmi képességeikhez mérten megértetni, hogy nekünk mi a szerepünk, és nyilván, hogy támogatjuk a vér szerinti családokkal a kapcsolattartást, ahol a törvénykeretek között megengedi, de hát hiányzik nekik így is, úgyis a szülő. Egy új gyerek érkezésekor mi az az időintervallum, és mi történik ez alatt, amíg ő családjának tekinti a dorkást, és hazajön? Fél év kell elteljen ahhoz, hogy igazából kezdjen megnyugodni. Van az első időszak, mikor bejönnek a házban, akkor csendben vannak, lapítanak, figyelnek. Uh-huh. Az a periódus, amikor igazából esznek, tömik magukat. Amennyit kiteszel, annyit esznek meg. Ha még teszel, azt is megeszik. Félnek attól, hogy nem lesz holnap, nincs holnap után sem. És emiatt elecsenik az élelmet, felviszik a szobájukba, eldugják ágyak mögé, eldugják hátra a szeméthez, a fa alá, ahova csak érik. Kell nekik ez a biztonság. Mikor kezdik megszokni, hogy van kaja, nem kell félni attól, hogy holnap éhen maradnak, akkor jönnek fel azután a traumák. Azután kezdenek igazából rombolni, csúnyán beszélni, verekedni. Egy idő után már érdekes módon átveszik a többiektől, hogy nem jó a kaja. Akkor már nem jó. Ameddig megette a lencselevest, vagy a zöld passzút, fél év után már nem igazából sínlik, hús nincsen. Ebben a fél évben szöknek haza, szöknek el, nehéz tartani a szabályokat, a kereteket, hogy megszokják, hogy na most le kell feküdjünk, na most asztalhoz kell üljünk, most kezet kell mossunk, most fogat kell mossunk, meg kell fürödjünk. Gondot jelent sokszor a víz is. Milyen érzés az, amikor valaki elballag, ha mondhatom ezt így a dorkázból? Minden évben van egy ilyen esemény, hol egy, kettő, három, hol többen mennek ki. Tehát megviseli a nevelőket is, igen, gondolom, megviseli mindannyiunkat. Egy szakadás. Nem mennek, hát mint a saját gyerekünk, akik mikor kirepül az otthonból, elmegy. Mi is úgy veszik őket, hogy na, most hol van ő, hol van, nem jött haza, vajon hol van? Megvan a sikerélmény is, ha sikeresen ugye be tud illeszkedni, lesz egy munkahelye, egy lakhelye, boldogul a mindennapi tevékenységeiben, akkor ez nekünk egy pozitív löket, hogy akkor volt értelme a hosszú nevelésnek, együttlétnek, küszködésnek. Mikor 18 évesen ő innen kilép, akkor hogy menjen, mivel menjen el, akkor mi lenne az? Ugye a törvény előírja a gondozói nevelői tervet minden gyerekre egyénre szabottan megtervezzük és összeállítjuk a különböző szakemberek segítségével. Tehát a fő cél az a sikeres integráció a társadalomban, de ugye addig sok minden van. Tehát legfőképpen a kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődés, ehhez kapcsolódó szolgáltatások, szakellátások. Akkor a nevelés, az iskoláztatás, a tanulmányi előmenetel, hogy legyen egy szakma a kezükbe, amivel boldogulni tudnak az életben. Nem azt szeretnénk, hogy túlélők legyenek egyik napról a másikra,
hanem olyan, akik megállnak a saját lábukon, olyan embereket szeretnénk, hogy kimenjenek innen. Ezen vagyunk, ezen törekszünk. Statisztikailag mennyi a sikersztori? Az eddigi tapasztalataink az mutatja, hogy 90%-uknak sikerült munkahelyet találni, családot alapítani, és megélnek mélységeket folyamatosan, de azért erőre kapnak és tovább lépnek. Van olyan eset is, ahol az ő saját gyerekei visszakerültek a gyerekvédelmi rendszerben, mert nem tudott túljutni a krízis szituációkon. Még utógondozásban mi támogatjuk, amivel tudjuk őket, egy jó tanáccsal, vagy akár materiálisan, anyagilag is, de hogy, vagy ügyintézésben is. Azért figyelemmel kísérjük az életüket. Hogy mi történik, igen. És ne velük tartják a kapcsolatot velük, és azért tudunk róluk, hogy ki hol van, s ha nem, akkor üzennek, írnak, telefonálnak, jól vagyunk, munkahelyet váltottunk, most Magyarországon vagy Németországban dolgozunk, tehát követjük őket. És úgy mennek innen, tehát hogy bármikor visszatérhetnek, hogy tudjunk segíteni rajtuk. Tehát hány nincs gyerek? A kapu bezárva, nincs. Senki előtt. Tehát nem az van, hogy ő elhagyja ezt a helyet, és akkor nem rakunk ki senkit az utcára úgy, hogy ne tudjuk, hogy van egy munkaszerződése, és egy fedél a feje fölött. Tehát nem. Tehát ezt biztosítjuk. Hány gyerek hagyta el a Dorkesztedet? Hát olyan 25-30 körül, 1999-től működik az otthon, azóta körülbelül ennyi, igen. Van-e olyan emlékük, szép, vagy akár megható, vagy szomorú, vagy bármilyen, amikor azt érezték abban a pillanatban, hogy ezért a pillanatért most minden megérte. Igen, van, amikor látjuk, hogy kijön az egyetemről, és a kalapot az levegőbe dobja, vagy felmutat egy sikeres vizsgát, az legyen az sofőrkönyvre, vagy érettségi diploma, vagy egyetemi végzettségre. Vagy éppenséggel egy második helyezés, egy taekwondo országos versenye. Tehát örülünk minden gyereknek. Együtt sírunk velük, együtt kacagunk. Még itt vannak sok az ugolódás, de úgy visszajeleznek, vagy írnak egy messengeren egy üzenetet, hogy köszönöm a sok-sok évet, vagy hogy önöknek köszönhetem, hogy itt tartok, ahol tartok most, mert hogy támogattak és felkaroltak. Érdekes módon addig, amíg bent laknak, semmi se jó. És mikor visszajönnek évek múlva, vagy hónapok múlva, akkor de jó volt, mennyi emlékem, emlékszel arra, emlékszik arra, akkor elevenednek fel a szép emlékek. Tehát mégsem annyira rossz. Hogy lehet ezt a családdal összeegyeztetni? Szoktunk hazavinni gyerekeket, ünnepnapokon is, és nem csak. Hétvégeken ebédre, vagy egy-egy családtagnak a születésnapjára. Úgyhogy vannak gyerekek, akik ismerik a nevelőknek a családját, a közeli rokonságát is. Az olyan gyerekek, akiket nincs ahova a szabadság, téli vakáció ideje alatt hazavigyük, egy-két hétre, akkor mi visszük haza. Ha felváltva, ha egyikünk felvállal egy gyereket két hétre, tehát gondoskodunk róluk vakációban is. Hát tényleg nem egy 8 órás munka. De mit szól a családotok ehhez? Olyan volt, hogy a gyere haza, igen, és még volt egy kis idő, amíg elindulhattam. Féltékenységet nem éreztem a saját gyerekeim részéről. Hát ugye már nagyocskák voltak, amikor én a gyerek otthonba kerültem. Kell egyfajta tolerancia, igen. Volt, hogy egymásra tevődtek programok, hétvégi programok, és akkor áldozatot kellett hozni, hogy akkor ide jövünk benn, és nehéz volt a családnak ezt megérteni. Voltak ebből kifolyólag, nem mondom, hogy nem volt egy nézeteltérés, de úgy lassan beleszoktak, lassan elfogadták, hogy
anya itt is van, és főleg, hogy ugye hivatalos képviselők van a gyerekeknek, és akkor a hivatalos képviselő, mint a szocmunkás felhatalmazott, hogy az egészségügyi intézményekben, vagy hivatalos intézményekben én őt képviselhessem a gyerekek ügyében, és akkor volt olyan, hogy éjjel kellett felmenni a sürgősségére, és elhozni a gyereket, tehát, hogy na, nyilván, hogy nem a 8 órában fér bele minden, sürgősségi hívás, sürgősségi beugrás van a 24 órán belül, bármikor ugye előjöhet. Igen, ez a család valahogy meg kell szokja és elfogadja, hogy ez része az életemnek és az életünknek. Kereszteltünk gyerekek. Igen, kereszt gyerekeink is vannak innen, igen. A saját gyerekeiteknek ezáltal mennyivel többet tudtatok megmutatni a világból, vagy pedig már nagy fiad van, ha jól tudom. Igen, 17 éves, 18 lesz az idén, de bejár a dorkázba. Be szokott jönni kosarazni. Igen, igen. És nem is bánom, hogy bejár, mert látja a különbséget. Persze. Tehát össze tudja hasonlítani az otthoni életét az ittenivel, össze tudja hasonlítani az ő életét egy gyerek életével. Igen, én úgy vettem észre, hogy a lányaim talán érzékenyebbekké váltak az ilyen esetek, helyzetek iránt, tehát ha volt az osztályban egy olyan hátrányos helyzetű gyerek, akkor segítőkészek voltak vele, úgy próbálták felkarolni, tehát hogy ez fontos volt nekik, hogy erre odafigyelni. Szerintetek a társadalmat hogy lehetne elég érzékenyé tenni ezekre a témákra? Mert ez mind szép és jó, amit így többször elhangzott, hogy decemberben mindenki karácsony alkalmával és a gyertyagyújtás és a karácsonyfa meghittsége mellett kipipálja az adományozási részt az életében, de hogy ezeknek a gyerekeknek júliusban is enni kell adni. Sajnos nagyok a költségeink 12 gyerek után, és az állam által adott támogatás nem elég. Havi szinten mínuszokkal küszködünk, annak ellenére, hogy vannak helyi, meg külföldi támogatóink kisebb, nagyobb összegekkel, mégsem tudják fedni a teljes kiadásainkat. Mindig akad valami, egy csőtörés, a régi autónk elromlik, új szemüvekkel, a gyerek rosszul lesz, tehát sok kiadásunk. Nincsen az, hogy most beállítunk magunknak egy 5000 lejes költséget egy gyerek után, az sosem fedi a valóságot. Tényleg karácsonykor van az, hogy az emberek adakoznak. Januártól elfelejtenek. Követ 11 hónapig, mintha nem is léteznének. December az, amikor nyugtatják a lelkiismeretüket, hogy én is tettem-e jót, és teszek-e jót, adok egy 100 les, egy 500 les adományt. Szerencsénkre van az, hogy vannak személyek, akik felvállalnak egy-egy gyereket, akit személyesen támogatnak 200-300 lej. Minden 100 lej számít, minden 50 lej, minden 10 lej számít. Mindent megnézünk, hogy mire adunk ki. Kebanizzunk sokszor. Most már a pedagógusok is elég nyitottak, és voltak olyan akciók is, hogy elhozták az osztály közösséget ide, és megismertették az otthon életét az osztályban élő gyerekekkel. Tehát ezáltal is a társadalom jobban tudomást szerez arról, és a gyerekek is ugye érzékenyebbé válnak ilyen helyzetek iránt, és gyerekek adományoztak, az osztályból jövő gyerekek adományoztak, csomagok is csomagokat készítettek a gyerekeknek. Tehát ugye nyilván, hogy a nevelés része kell ez legyen az oktatásban is, hogy ezek a helyzetek léteznek, ilyen gyerekek vannak, ugye ahogy a fogyatékosokkal is a helyzeteket ismertetni kell a társadalomban élő gyerekekkel, felnövekvő gyerekekkel, hogy része az életünknek. Mit tartotok az elmúlt 25 év legnagyobb sikerének? A sikertörténeteket említettem, hogy örvendünk minden gyereknek, aki sikerült úgy kimenjen, hogy nem túlélő, hanem megállja a helyét az életben. És annak, hogy fent van ez a ház, ez egy csoda, hogy annyi év, 25 év, 26 év után is létezünk.
műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.